Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, aki most éppen itt van, mert lehet, hogy olyan is van, aki eddig még nem volt. A következő témánk, amiről beszélgetni fogunk, a gyógyító, harmonizáló rezgések a környezetünkben és az életünkben. Hát ugye, eddig nem foglalkoztunk ilyen rezgésekkel, tehát én nem emlékszem, hogy gyerekkoromban azt mondta volna az anyukám, hogy egyen meg a töltött káposztát, mert annak magas a rezgése, tehát ilyesmiről szó nem volt. Vagy menjek ki a kertbe és törjem le a paradicsomot, mert annak nagyon segíteni fog az ilyen rezgés emelkedésembe. Tehát ilyen rezgésekről nem nagyon beszélgettünk szerintem. És én úgy érzem, hogy miután ugye kiderült, hogy a világon minden rezeg, és minden tulajdonképpen, és mennyire fontos a mi egészségünk és közérzetünk szempontjából az, hogy mi milyen rezgés szinten vagyunk, így meghívtam három vendéget, akivel ezekről fogunk beszélgetni. És ugye az élet nagyon sokféle területéről, például kezdem az elején, Dobra Izabella, ő nagyon ért a kristályokhoz, mert kitanulta a kristálygyógyítást. Ami nagyon érdekes dolog, biztos, hogy sokat fogunk erről most hallani tőle. És persze orvost is hívtam, aki viszont dr. Frányó Ildikó. Ő szintén a rezgésekről fog nekünk beszélni, ő házi orvos egyébként, csak ugye a modern formájáról. És hogy teljes legyen a kép, Juhász Tamás, mint radiesztéta, hát ugye a földsugárzásokról, meg sok minden másfajta káros rezgésekről fog nekünk beszélni, és így segíteni minket abban, hogy hogyan tudjuk a mi életünkbe ezeket a tudásokat, tapasztalatokat úgy beépíteni, hogy a hasznunkra váljon. Úgyhogy már is mondom, hogy a legérdekesebb pont a túlsó végen ülő Dobra Izabella beszél nekünk, hogy mik is ezek a kristályok, milyen kristályokról van itt szó. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést a késősért. Hát kristályok, mint az élővilág egyik legalapvetőbb természeti megjelenése, az ásvány. Ugye a földünket rengetegféle kőzet ásvány borítja be, amelyek mind-mind hatnak ránk. Tehát ahányféle ásvány, kristály, annyiféle rezgést sugároznak, és ugye bennünk is a saját szervezetünkben nagyon sokféle rezgés megtalálható, és gyakorlatilag az ásványok fajtájának megfelelően tudunk a saját egészségi állapotunkra, a testi, a lelki és a szellemi harmóniánkra hatni az ő rezgésükkel. Tehát ugye a kristályoknál is fontos, hogy ugye a test és a lélek, tehát mind a kettőre hat, ugye? Így van. Tehát ez egy oda-vissza működő folyamat, a testünk hat a lelkünk hat a testünkre, és egymástól el nem választható tényezők. Tulajdonképpen együtt kell mindig tekinteni ezt az emberi egységet, hogy test, lélek, illetve mind a szellemünk is ott van, ami a legmagasabb megfoghatatlan tényezőnk. Igen, hát erről már délelőtt volt szó, hogy ugye mi nem csak azok vagyunk, akik itt ülünk, és nem végződök itt a nadrágon vonalába, hanem ennél sokkal többek vagyunk. De a kristályokra visszatérve, annyi sok kristályt lehet itt most látni, hogy most ezekről van szó? Ezekről a pici kis karkötőkről? Így van. Az emeleten is lehet kristályokat megtekinteni és vásárolni is. Őróluk van szó, tehát rengetegféle kristály vesz minket körül, úgy hétköznapi természetes állapotukban is, amik mellett elmegyünk, de a boltban is rengetegfélét lehet kapni. Tulajdonképpen a mi külső-belső energiarendszerünket serkenti, aktivizálja, tehát a különböző hatások során, amik érnek minket nap, mint nap már a fogantatásunktól kezdve, mind eltárolódik bennünk, lenyomatként bennünk van. És hogyha olyan érzelmi sérülések, blokkok érnek minket, akkor az mind gátat szab a természetes energia áramlásunknak. És ebben a kristályok egy nagyon nagy segítség lehet, amikor megfelelő kristályt megfelelő helyre elhelyezve oda tesszük, és csak engedjük, hogy működjön, akkor a szervezetünket tulajdonképpen serkenti az öngyógyító folyamatának beindítására. Tehát itt mindenki saját magát kell, hogy meggyógyítsa, és ebben egy segítőink a kristályok, akik ebben vállalnak szerepet, hogy a mi energiarendszerünket önálló útjára indítsa tulajdonképpen.
Nagyon tetszik, hogy azt mondod, hogy akik. Tehát annyira jó, hogy ugye az egész világ, ugye ebben minden beletartozik, az állatok, a növények, a kristályok, ugye? Az egész univerzum, és hogy itt minden mindennel összefügg, és ezeknek attól, hogy azok nem egy mozgó dolgok, tehát a kristályok is nagyon fontos részei. Így van, hát én őket nem egy darab kőnek vagy tárgynak tekintem, hanem ők számomra élő lények. Saját tudattal, saját szeretet energiával rendelkeznek, akik azért vannak közöttünk, hogy színesítsék és egészségessé tegyék a mindennapjainkat. Akár észrevétlen módon is, mert nem biztos, hogy az emberben tudatosul, hogy hat rá egy kristály rezgése, de ez működik, anélkül, hogy hinnénk benne. És mit jelent az, hogy vannak beavatott kristályok is? Hát a beavatás az egy olyan szó, amit nagyon sok irányból meg lehet fogni és közelíteni. Nem szoktam ezt a szót használni, mert pont ez miatt, hogy sok irányból meg lehet fogni, már meg is fogták sajnos. De tulajdonképpen az annyit jelent, hogy olyan plusz energiával van feltöltve, ami ugye az égi energiákat jelenti, tehát közvetlenül isteni áldásnak, vagy isteni beavatásnak volt alátéve ez a kristály, aminek küldetése van, feladata van, akár nálam, akár másoknál, bárkinél. Tehát ő egy plusz energiával rendelkezik, és egy sokkal tudatosabb feladattal, mint egy általános ásványkőzet. Én meg annyit is hozzá tudok tenni, hogy ugye ezek a kristályok, mint a saját tapasztalatom mutatja, hogy ezek úgy önállóan is úgy élnek, tehát működnek, mennek ide-oda. Tehát, hogyha az embernek működik ez az intuíciója, tehát ez a belső hang, amiről ugye délelőtt beszéltünk, tehát tudjuk ezt követni, akkor össze tudunk kapcsolódni a kristállyal, és egész egyszerűen lehet, hogy éppen az én egyik kristályom oda akar vándorolni a szomszédasszonyhoz, mert neki van rá szüksége. És akkor ez meg is történik, ugye így van bele? Így van, tehát a vonzás törvényében a kristályok elég magas szerepet játszanak, tehát amikor én nem tudom, hogy bármilyen problémám van, elakadásom van valamelyik csakrámnál, meridiánomban, az a kristály gyakorlatilag jönni akar hozzám, hogy segítsen nekem. Anélkül, hogy én tudnám, hogy tudatosan tudnám, hogy arra van szükségem, ő szól nekem, idézőjelben szól, tehát olyan nagyon erős gondolatban vagy érzésben egyszerűen nem tudjuk otthagyni. Tehát nekünk arra szükségünk van, megszólít a kristály, és gyakorlatilag magunkhoz veszük, megvásároljuk, megkapjuk ajándékba, bárhogy ő hozzánk kerül. Mert abban az adott fejlődési fázisunkban nekünk arra a kristályra nagy szükségünk van, és nem tudjuk otthagyni. Tehát én már próbáltam, hogy nem veszem meg, mert már nincs rá annyi pénzem, vagy tehát beléptek az anyagi egós gondolatok, és ott hagytam a boltba, és utána egyre nagyobb hiányérzetem támadt, hogy távolodtam el a bolttól, és egyszerűen vissza kellett érte menni, de akkor már olyan nehéz volt, hogy egy hétig köröztem, mire végre sikerült. Tehát ők így működnek. Belemegy a fejünkbe, a gondolatainkba, és jelzik, tudatják velünk, hogy nekünk arra szükségünk van. Például hol van olyan bolt Szegeden? Például Szegeden a Retek utcában van olyan üzlet, ahol lehet kapni kristályokat. Úgy a közepetáján, és még ezen kívül a Hagyáruházban is van, azt hiszem, kristály passzásoron, és még biztos máshol is. Igen, vannak olyan boltok, amik nem kimondottan kristályból, de lehet kapni, bioboltban is láttam már kristályokat, tehát nyitott szemmel járunk, akkor, és ott van a mi kristályunk, akkor megtaláljuk. Akkor most átadjuk a szót. Köszönöm szépen. De hát még fogsz azért szót kapni. Átadjuk a szót Ildikónak. Most ugye ez volt ez a természetes ősi dolog, mert azért ez egy nagyon ősi, múltra visszatekintő dolog tulajdonképpen. De hát ugye ezeket a rezgéseket már a tudósok is tulajdonképpen feltalálták, vagyis hogy rájöttek, hogy hát tényleg a rezgések azok hatnak. És akkor most átadom a szót Ildikónak, hogy amivel te foglalkozol, vagy legalábbis te tudsz nekünk róla beszélni, hogy mit találtak ki a tudósok. És köszöntök minden kedves vendéget. A modern tudomány és
felfedezte ugye a rezgések jelentőségét, és a kutatások során, például a keringés kutatása során megállapították, hogy bizonyos rezgések milyen hatással vannak a szervezetre. Most nagyon-nagyon sokféle próbálkozás volt arra, hogy befolyásolják az emberi szervezetet, de amivel én foglalkozom, a Bémer terápia, ez egy nagyon különleges és nagyon egyedülálló a mágnesterápiák között, mégpedig azért, mert a természeteshez nagyon-nagyon közel áll mind az erőssége, a Föld mágneses erőterének nagyságrendjében kezelünk, a többi mágnesterápiás készülék sokszorosa ennek, és ezért vannak kontraindikációi, tehát nem szabad mindenkit kezelni vele. Itt pedig gyakorlatilag, mivel hogy olyan erősségű a mágnes kezelés, mintha erdőn sétálnánk, ezért akár a terhest meg lehet vele kezelni, tehát egy embriót lehet vele kezelni, mindenféle ártalom nélkül, abszolút mellékhatásmentes, vagy bárki, akinek fémbeültetése van, vagy epilepsziás, vagy pacemakeres, vagy ne vagy Isten daganatos beteg. A mikrocirkuláció tulajdonképpen, amire elsősorban hat a Bémer kezelés, az a betegség 95%-ában vagy a betegség oka, vagy pedig a betegség következménye. Tehát ezért érdemes minden betegségben megpróbálni a kezelést, illetve hát elkezdeni a kezelést, mert nagy valószínűséggel nagyon jó hatást fogunk elérni. Ugye a mikrocirkuláció az azt jelenti, hogy konkrétan azok a picike kis kapillárisok, amik a sejtekhez viszik konkrétan az oxigént és a tápanyagot, hát ugye enélkül nem tud egy sejt működni. Tehát egész egyszerűen, hogyha ennek a keringése javul, akkor hát egész egyszerűen elkezdenek normálisan működni a sejtek, a szövetek, a szervek. Igen, a legfontosabb életfolyamatok a sejt szinten zajlanak, és a mikrocirkuláció legkisebb erei szállítják a sejtekig az oxigént, a táplálékot, a vitaminokat, a táplálékkiegészítőket, ásványi anyagokat, és a méregtelenítési folyamat is, valamint a széndioxid elszállítása is itt ezen a területen zajlik. Igazából tulajdonképpen én olyan mondatot is hallottam már, hogy tulajdonképpen a betegség az azért is van, hogy nem tudnak a dolgok oda kerülni, ahova kell, hogy kerüljenek. És vagy esetleg oda kerülnek, ahol meg pont nincs rájuk szükség. Tehát, hogyha egy jól működő szervezetről beszélünk, akkor minden ott van, ahol annak a rendeltetése éppen kell, hogy legyen. Jól mondom? Igen, a Bémer kutatás azt mondják, hogy orvostörténelmet ír. Ugyanis olyan dolgokra derült fény, amin eddig talán nem is gondolkodtak sem a tudósok, sem az átlagember. Például a szív munkáját olyan mechanizmusok segítik, amelyek a keringés terén olyan jótékony hatással vannak, hogy a normál életfolyamatokat fönn tudjuk tartani. Olyan hosszú az embernek az ereinek a hossza. Tehát, ha gyöngysorszerűen fölfűznénk az ereinket, akkor háromszor körbeérni a Földet, tehát háromszor az egyenlítő hosszával egyenlő lenne. Na most, ha elképzeljük azt, hogy a szívünk, amely általában 70-80-at ver percenként, a szívünk nem tudná ezt a keringést fönntartani, mert ugye jön a következő szívösszehúzódás, és addig ilyen hosszú véredényrendszerben nem tudja átpasszírozni, átpréselni a vért, hanem van egy különleges mechanizmus, ez a vazomóció, ennek nevezték el. Ez azokban a legkisebb erekben megnyilvánuló mozgás, tulajdonképpen érfal rugalmas mozgás, amelyek már a legkisebbek is, amelyek nem rendelkeznek izomszövettel. Mi még úgy tanultuk az egyetemen, és valószínű még ma is úgy tanítják, hogy azok az erecskék, amelyekben nincs izom, nem tudnak összehúzódni, csak passzívan áramlik át rajtuk a vér. Ez bebizonyosodott már, hogy ez nem így van,
hanem percenként 2-5 ilyen rugalmas összehúzódása van ezeknek a pici erecskéknek, amelyek nagyon nagy mértékben segítik a szív munkáját. Nagyon köszönöm, és most átadjuk ezt a mikrofont Tamásnak, hogy most az orvoslásból átmegyünk a radiesztéták világába, és elmondja nekünk, hogy én úgy emlékszem, hogy egy 15 évvel ezelőtt, amikor én hallottam arról, hogy egyetem léteznek ezek a földsugárzások, meg hogy az nem jó, hogy melyik helyen van az ágyam, hát akkor sokan úgy megmosolyogták azt, aki ezzel a bottal végigment a szobán, hogy hol erre állít, és akkor mondták, hogy ó, hát ez valami vicc. Na akkor Tamás, beszélj nekünk erről, hogy ez egyáltalán nem vicc, és hogy igenis ez hat ránk. Köszönöm szépen. Hallom magam? Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a néző közönségben. Egy picit nekem lehetőségem van itt a társaimmal interaktív bánom. Elcsodálkoztam rajta, hogy egy asztalnál ülünk, de ugyanakkor egy mennyire más-más ágakból, holott mégis minden összefüggés a nagy puzzle-ben minden részt. Én legalábbis úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt próbálom kirakni. Ami eszembe jutott a Bellánál, hogy egy kristályról tudok, ami biztos, hogy ártalmas, ez a kristálycukortár. Tudjátok-e vagy sem? Menjünk akkor a pálcázáshoz. Nekem nem kellett 15 évet visszamenni, hogy nevesek ezen az egészen. 12 is elegendő, akkor én még nagyon racionális voltam. Aztán szépen egy életemben egy törés rá passzolt engem erre a dologra. Miről is van szó? Tehát az emberi lényt különböző rezgések, frekvenciák érik. És ezek a rezgések a kristályok esetében, ha jól vannak megválasztva, kiválasztva, akkor pozitív hatást tudnak elérni. Ugyanakkor, hogyha célzottan a kollégám terápiája megint csak hozzáadva olyan rezgést tud bevinni valakinek az energetikai rendszerébe, ami ott jótékony hatást ér el. Így gyakorlatilag én egy picit dolgozok ilyen dolgokkal is, de elsősorban azokkal a rezgésekkel foglalkozom, amik pontosan negatívan hatnak az emberi lényre, az embernek az energetikai rendszerére, illetve magára az aurára, bár egy nagyon fontos mondat, ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem nekem van aurám, hanem én egy intelligens energiamező vagyok, aki egy fizikai testet fölépített, és itt ebben a háromdimenziós valóságban az öt érzékszervén keresztül tapasztalja ezt a valóságot. Na most igazából egyelőre most még ötöt ismerünk, látás, szaglát és dödödödö, de amikor én nekem pálca van a kezembe, és a térben ezzel a pálcával hát keresem a sugárzásokat, akkor a hatodik érzékszervem van bekapcsolva, ami egyébként mindenkinek megvan és kifejleszthető. A pálca ilyenkor csak az agyam számára vizuálisan kiértékelhetővé teszi azokat az értékeket, amit én gyakorlatilag felismertem, vagy megtaláltam a térben. És aztán hát egy radiesztétának a dolga elsősorban, hogy olyan helyet próbáljon a lehetőségeink belül találni, nyilván itt a szobafalak az egyik meghatározók, ami lehetőleg semleges, magyarán ott semmilyen sugárzás nem jön fel, se le, illetve a lehető legkevésbé rosszabbat, és aztán a harmadik évezred egyik gyógyítási módszerével, vagy legalábbis azzal a technológiával, amit megint csak magyar emberek nem véletlen találtak fel, vagy kapták meg a teremtőtől a lehetőséget rá, ennek a technológiának a igénybevételével gyakorlatilag kivezetni ezeket a negatív sugárzásokat a térből, és így egy optimális fekhelyet, vagy
életteret biztosítani az embereknek. Tehát ezt, hogyha most így egyszerűre fogalmazzuk, akkor vannak a lakásunkon belül is, meg a házunkban olyan helyek, ahol negatív sugárzás van, és van olyan, ahol nincs negatív sugárzás, van, ahol pozitív energiákat kapunk, és van, ahova nem érdemes feküdni, nem érdemes íróasztal tenni, ahol a gyerek sokat tanul, mert hogyha mégis mi ott maradunk, akkor mi történhet? Igazából te most itt öt szóval olyan kérdést tettél fel, hogy több mondata lehetne válaszolni, de esetleg majd megpróbálom. Igen, vannak pozitív rezgések, vannak negatív rezgések. Pozitív-negatív rezgés, ezek polaritásban megfogalmazhatók, de van, amikor egy pozitív polaritású sugárzás, ha abból túl sokat kap az ember szervezete, akkor már az ellen is oda energiákat kell csoportosítson, és védenie kell magát, ilyen például a Szentgyörgy sugárzás. Hogy vannak-e egy lakásban jó helyek? Hát kis, illetve nagy szerencsével vannak, rosszabb esetben pedig nincsenek, mert elkerülhetetlen. Tehát, hogyha egy Szentgyörgy sáv átmegy egy családi házon, amit gondoljunk 10 méterszer 10 méteres, tehát egy 100 négyzetméteres lakáson, akkor ha úgy adódik, egy Szentgyörgy az egészet le tudja fedni, és innentől fogva egy olyan magas frekvenciájú pozitív polaritást töltött tér halad át az egész lakáson, ami a benne élőket igencsak stresszelni fogja. Nem tudom, hogy tudják, nem tudják, hallották, nem hallották. Régen a Szentgyörgy kereszteződésekre építették a templomokat, mert az egy átjáró ég és föld között egy kozmikus csatorna. De ebben élni, tartósan lakni egyáltalán nem jó dolog. Hogyha megfigyelnek egy 100 éves templomot minimum, akkor a plébánia az mindig átlósan valahol kiülesik a templomtól. Nem tudom, ez hány kérdésre válaszoltam. Sokra. Akkor kérdezem. De hát ettől függetlenül ez azért nagyon érdekes, mert én úgy tudom, hogy ez már az ősidőktől kezdve tulajdonképpen az emberek azért, mikor már, tehát őnek még megvolt az a képességük, azt hiszem, hogy tudták, hogy hol milyen rezgésű helyek vannak, és azért figyelembe vett. Ezért is volt, hogy régen is már odaépítették a templomot. Tehát azért ez egy ősi tudomány, ugye? Hogy azért ezeket így vizsgálgatták. Igen, ősi tudomány. Legalább annyira ősi tudomány, mint a Bellának és mindenkinek a kristálygyógyászat. Tehát, hogyha sok-sok évvel megyünk korábbra, százzal, ezerrel, esetleg több ezerrel, akkor minden sokkal fejlettebb volt, és az emberiségnek most egy olyan szakaszából lábalunk ki, ahol méretetlen sötétségben betör az információ és a fény és a szeretet, és kerülnek napvilágra ezek a féltve őrzött titkok. Sajnos a papok által őrzött tudomány, mivel hogy azt mondtam, hogy a templomok Szentgyörgy sugárzásokra épültek, nem biztos, hogy a legpozitívabb szándéka volt ott őrizve. Ugyanakkor azért sok-sok rend és szerzetesi ágok azért ezt őrizték. A legrégibb, tudomásom szerint a legrégibb erre utaló emlék az Jü császárnak időszámításunk előtt 700-ban keletkezett orvosságos könyve, ahol szó szerint le van rajzolva, hogy hogyan keresi pálcával vagy bottal a térben ezeket a sugárzásokat az akkori radiesztéta vagy az akkori gyógyító. De azért azokban az időkben a gyógyítók tényleg gyógyítók voltak, és amiért kapták a províziókat, az volt, hogyha valakit egészségben tudtak tartani. Sajnos manapság ez egy megfordult, talán 100 éve ez az egész, vagy még talán sokkal korábban is, és betegségügyről tudunk beszélni, nem pedig igazából egészségügyről.
sajnos az orvosok is nagyban tévinformációkat tanulnak, holott a szándékuk az minden esetben a segítés, csak az a gond, hogy esetlegesen nem biztos, hogy igaz az, amit ők gondolnak, vagy hisznek, vagy tanulnak, de talán ebben az irányban nem menjünk el. Én azért is csináltam ezt a rendezvényt, hogy itt mindenki elmondja azt, amit tud a dologról, és akkor hát mindenki ki is veszi magának azt, amit ő tud hasznosítani. Úgyhogy ezért is örülök, hogy itt van Ildikó, aki mint orvos el tudja mondani, hogy igenis azért már nagyon sok orvos van olyan, aki használja ezeket a tudást, ezt a tudást, ezt az ősi tudást, és ami már modern formában ugye itt át van alakítva, és számomra elérhető, és kérdeznék tőled egy konkrét kérdést, hogy milyen eredményei vannak a te praxisodban, aki használta ezt a BEMER terápiát, hogy mi az, amit te ezzel meg tudtál oldani, amit eddig esetleg nem sikerült? Most a harmadik generációs készüléket használjuk, de én a második generációssal kezdtem, aminek sokkal kisebb volt a hatékonysága, és már azzal a legelső betegem, egy 34 éves fiatalember volt, akinek hirtelen az egyik oldali hallása megszűnt, tehát elmúlt, és hatalmas fülzúgása keletkezett, nem tudott pihenni. A klinikán bent feküdt, ott megkapta az értágító infúzióit, nem alakult semmit, aztán steroid infúziót kapott, összes mellékhatása jelentkezett a steroid terápiának, tehát megduzzadt az arca, pedig csak egy hétig kapta. És amikor hazajött, ugyanolyan volt a hallása, 90 decibeles, tehát nagyon-nagyon rossz, a kiabáló beszédet se hallotta azon az oldalon, csak akkor, hogyha a szájról olvasott. És én előző nap hoztam az első készülékemet Budapestről, és felajánlottam neki ezt a terápiát, hogy én olvastam klinikai tanulmányokat, hogy nagyon jól javítja a hallást. A fiatalember erre kinyílt, és azt mondta, hogy doktornő, ettől meggyógyulok. Még a hideg is végigfutott rajta, mert abszolút nem volt semmi tapasztalatom. A szakirodalmat átnéztem minden téren, és körülbelül egy ilyen nagy utazótáskányi szakirodalmat, de saját tapasztalatom nem volt, és azt mondtam neki, ha nem próbáljuk meg, soha nem tudjuk meg, hogy milyen eredménye lenne a terápiának. Elkezdtem kezelni, 8 kezeléssel ugyanolyan 20 decibeles lett a hallása, mint előtte, illetve mint a másik fülén, és ez ugyanúgy több éve volt, és azóta, ha betéved valami miatt a rendelőbe, akár csak egy szűrővizsgálat miatt, vagy bármi miatt, mindig megmérem a hallását, és mindig ugyanolyan, és azóta nem kezeltük. Tehát teljesen meggyógyítottam, és még az hozzá tartozik, hogy ugye amikor hazajött ez a fiatalember a klinikáról, akkor rögtön fölkeresett egy magánfülorgégész, aki elmondta neki, hogy sajnos ezen nem lehet segíteni, fiatalember, tanuljon meg együtt élni a betegségével. És ilyen tapasztalatom rengeteg van, hát azóta már a fülorgégek klinikán is van ilyen készülék, az én eredményeimet körbehurcolták ott a kollégák, és hát ugye eddig azt tanították, tanulták, hogy nem lehet a halláson javítani, a halláskárosodás nem gyógyítható betegség. De nem csak ez, számtalan mindenféle ízületi betegséget kezelünk, sőt, nagyon-nagyon jó gyerekgyógyászati alkalmazások vannak. Én ugye házi orvosként mindent kezelek, tehát a csecsemőtől kezdve az aggastyánig. Például gyerekeknél, nagyon sok iskolás gyereknél is van még úgynevezett enurézis, tehát bepisül a gyerek. Alsótagozatos gyerekek, vagy pedig óvodás gyerekek nagyon-nagyon jól hat. Aztán stresszoldásra nagyon-nagyon jó, gyereknél, felnőttnél, mindenkinek. Például tanulási nehézségekben nagyon-nagyon jó, de használják ezt egyetemisták is vizsgára való fölkészülés esetén, vagy például megkésett beszédfejlődésre, megkésett mozgásfejlődésre, de ugyanakkor, mint mozgásjavító, akár a strókon agyvérzésen, vagy pedig embolián átesett betegek esetén nagyon jól javítja a mozgást, a beszédkészséget tudja szintén fejleszteni. A cukorbetegségnek a szövődményeit eddig nem nagyon tudtuk mivel kezelni,
sajnos ezek haladtak előre. Most ezzel lehet. Nagyon-nagyon sok szemészeti előadást hallunk nemzetközi kongresszusokon, hogy a szempenéki elváltozásokra is jótékony hatással van. Sorolhatnám estig. Jó. Nagyon sok tapasztalatom van, és ha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen fogadom. Akár most, majd az előadás után, vagy pedig később a standon van elérhetőségem, úgyhogy lehet onnan. Köszönjük. A Bellának szeretném még feltenni azt a kérdést, hogy én tudom, hogy léteznek kristályfejek, hogy azok mik is tulajdonképpen, és hogy te azokkal tudsz valamiben segíteni az embereknek? Kristályfejeknek gyakorlatilag azért ez a neve, mert koponya alakra van kifaragva. Ez első látásra, vagy aki még nem találkozott ilyen, a legtöbb ember megijed. Tehát az az első, mikor meglátják, hogy úristen, mi van itt. Nem kell tőlük megijedni, mert nem azért van koponya formája, mert bármi köze lenne a halálhoz, mert a legtöbb ember a halál az asszociálja őket, hanem tudást jelképeznek, szimbolizálnak, tudás van bennük. Tehát ők egy külön, egyedi lények, akik olyan mértékű információt képesek bennünk föléleszteni, átadni, közvetíteni, vagy hozzásegíteni a saját belső tudásunkhoz, akik mint egy segítő társ, vagy egy mester, vagy egy barát, vagy egy vezető, tulajdonképpen úgy irányítják a mi életünket. Azért van fejformájuk, hogy egy kicsit személyessé is tegyék az ő jelenlétüket. Őket egyébként nem ilyen, vannak most már sajnos ilyen géppel gyártósoron gyártott kristályfejek, őket nagyon könnyű megismerni, teljesen szimmetrikus minden irányból, amiket valójában igazi mesterek, beavatott mesterek Kínában és Peruban, Brazíliában faragnak, ők azért nem szimmetrikusak, tehát kicsit olyan szabálytalan a kinézetük, és ebből lehet őket megállapítani, hogy őket tényleg valódi emberi kéz készítette egy beavatott mester. És ezek a kristályok, mert ugye a mai napon sokat beszéltünk erről a bizonyos belső hangról és a forráshoz való kapcsolódásról, hogy a kristályok ebben is tudnak nekünk segíteni? Így van, tehát olyanok vagyunk, mint egy rádiókészülék, hogyha a frekvenciánk eléri azt a rezgésszintet, amin az adás jön föntről, akkor fogjuk az adást. Hogyha elállítódunk, tehát leesik a rezgésünk, stressztől, külső behatástól, belső érzelmi behatástól, tápláléktól, bármitől, akkor tulajdonképpen ez a rezgés, ez a csatorna elállítódik, és akkor is jön, csak mi nem halljuk, tehát vissza kell magunkat hangolni arra a frekvenciára. Kicsit messzebbről kezdeném, a rezgés, mint gyógyító, harmonizáló jelenlét az életünkben, nagyon nagy szerepe van itt a víznek, tehát az egész élő rendszer, maga a Föld, mint bolygó, illetve a saját szervezetünk 70-80%-a víz. És a víz is egy olyan kristályszerkezetű halmaz tulajdonképpen, amelyik a rezgéseket tárolja. Ezt egy japán kutató, Emoto végezte, erre kísérleteket és kutatásokat, és megállapította, hogy ha olyan rezgéssel irányolunk a víz felé, ami szeretetteljes és békét, harmóniát sugároz, akkor a víznek a kristályszerkezete nagyon gyönyörű, szabályossá válik. De hogyha például egy heavy metal zenét nyomatunk a víznek, akkor a víznek a kristályszerkezete teljesen szétesik és ilyen amorf, szabálytalanná válik. Most ezt képzeljük el a saját testünkben, ugye mi testünk is nagyon nagy százalék a víz, és a sejtjeinknek, a sejtmagunknak a maga lényege is vízből van, azok mind eltárolódnak ezek a rezgések. Tehát ha a saját belső, ha csak a testünket nézzük, és azt a rezgést közvetítjük felé, amit a kristály ad, tulajdonképpen sugároz, felerősítve sugároz különböző testrészeinket, harmonizálja ezeket a belső kristályszerkezetünket, a sejtjeinkben lévő vízkristályszerkezeteket, tehát rendeződnek bennünk ezek a rezgések a kristályok által, és az gyakorlatilag kihat mindenre. Nagyon köszönöm, ez nagyon kimerítő és nagyon érdekes válasz volt. Hát az az igazság, hogy ezt a témát most tovább nem tudjuk beszélni, de miután mind a hárman itt vannak a kiállítók között, ha bárkinek bármi kérdése lenne, akkor én azt mondom, hogy forduljon Tamáshoz, Ildikóhoz és Bellához, és természetesen miután lesz szeptemberben másik programunk is, ott folytatjuk tovább.
ott, ahol most abba hagyjuk. És nagyon köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást. Még egy mondatot a Tamáshoz mondanék, hogy ugye itt a káros sugárzásoknak van azért ám megoldása, csak idáig nem jutottunk el, hogy vannak olyan lapok, amiket ő most elhozott, ami tud segíteni, hogy ezeket a káros dolgokat kiszűrje, de hát ezt majd ő elmeséli mindenkinek ott személyesen, fönt az emeleten. És hát most megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogy ezt a sok-sok érdekességet elmondtátok, és örülök, hogy az összefüggéseket most már látjuk. Ugyanazt a Victoria figurát, amin ugye a pillangó ott van, ami a mi saját megújulásunkat segíti, tehát hogy a bábállapotból valóban pillangókká válhassunk, és ugye, hogy győzni fogunk, mert ezért van a Victoria benne, ezt szeretettel átadom mindannyiótoknak. Ildikó, te is kapsz egyet emlékbe. És Tamás, te is kapsz egyet.